a hallgatók a mai napon az ELTE BTK-n tartott fórumon úgy határoztak, hogy ultimátumot adnak a magyar kormánynak. Követeléseink. A hallgatók által megfogalmazott 6 pont mielőbbi teljesítése. Az érdemi tárgyalások megkezdése valamennyi érintettel és a nyilvánosság bevonásával. Soron kívüli gyors segéllyel adják vissza a kivont pénzeket. Valamint azonnali válságintézkedésként követeljük, hogy minden szakon biztosítsanak államilag finanszírozott férőhelyeket. Amennyiben követeléseink nem teljesülnek, vagy a kormány kifejezetten a követelések szellemiségének ellenében cselekszik, az egyetemi polgárok, a középiskolás diákok és valamennyi tenni akaró ember 2013. február 11-ével kezdődően az ország minden területén a polgári engedetlenség eszközével fog élni. Ezek közül kiből mondjad, Péter, mondjad. Vezesd a műsort, vezesd a műsort. Ha, nem. Kiből nézi ki Kéri László ezen fiatalok közül a jövő diktátorát? Meg egyáltalán miért örültél velem együtt? Én tudom, azért örültem, hogy annak a megfáradt, borzalmasan jól ismert magyar politikai nyelvnek, hogy bárkinek, ha leveszem a hangját a tévében, és majdnem mindegy, melyik pártvezető tudom folytatni helyettem, mert már ismerem a tizedik mondatát is, a stílusát is. Végre megszólal valami más Magyarország, aminek sokkal több köze van ahhoz a fajta mindennapi terheletlenséghez, amit az egyetemen egyébként szoktam érezni, hogy ez egy más hang, más stílus, más hozzáállás, és aminek még inkább örültem, ez a hosszú alkufolyamat, amiben már ötödik hete bírják, hogy nem verik át őket, hogy a Fidesz szokásos kormányzati trükkjei sorra kicsorbultak rajtuk, leülnek, végig gondolják, azt mondják, Nem erő volt szó. Nem tudják megvenni őket. Nagyon mindenki más meg tudnak. A szakszervezeteket meg lehet venni. Azt hallottam, megtapasztaltam is, hogy a diákságnak egy jó hányada korábban ilyen délmi épes álláspontot foglalt el. Igen. És lehet, hogy most is így van. Ez egy új hangulat. Ez egy új hangulat. De ebben a tekintetben nem derül ki egyébként, hogy... Azt látom, hogy tiszták. Tiszták, az biztos. És nincs veszélyérzetük. Nincs. Neked már van. Abszolút, is van. Hát, most már van. Már csak az van. Tényleg csak azért, hogy mivel beszéltünk, hogy ezt már lerágtam mindenki, és lerágtam. Mondjál mindenki, neki speciál mi a baja, én kezdem. Én a feleségemnek azt mondtam a kocsiban, rám kérdezett, hogy már megint miért hallgatom ezt, már megint már csak ez megy a rádióban. És mondta, figyelj már ide, gondold már végig, van 16 szak, ahova nem kerülhet be olyan gyerek, akinek a szülei hosszú távon végig gondolva nem tudják vállalni a tanítást. Ilyen alapon, mondom, szelektálnak az leendő jogászok, közgazdászok és az összes többi között. Mondom, tudom, hogy szegény feleségének mondtam, tudom, hogy téged a társadalmi mobilitás különösebben nem érdekel, de hidd el, hogy ez nagyon fontos dolog. Engem ez az egy érdekel most, momentán ez érdekel a legjobban. Mert hogy 20 év alatt több mint, nem számítottam ki, de majdnem 3000 hallgatónk volt a Szegedi Egyetem kommunikáció szakán, abból 5 roma volt. 5. Na most akkor gondoljuk már végig, hogy kinek lesz pénze kifizetni a jogi tanulmányokat, meg az összes többit. Ha? Nekem ez rohadtul nem tetszik. Mert itt ösztöndíjról szó nincs, népi kollégiumokról, most csak hülyéskedek. Szó nincs. Nagyon is komoly, hogy ne. Egy Fidesz kormánytól már rég elvártam volna 98 után is, hogy ezt tegyen. Kollégiumokat? Hát például. Ha már annyi mindenre találtak pénzt, meg annyira imádják az ingatlanokat, akkor például lehetett volna teremteni és nem csak elvinni. És már 2 kormányzati ciklus is. De akkor én is gyorsan, én annak örülök, hogy elterjedt ez a széles körük össze, hogy a olyan generációk nőnek föl, akik távol, hogy csak a saját életük, hogy a saját maga nyugatra utazása, semmi más nem érdekli. És jött egy nagy pofon, ugyanúgy jártunk, mint 68 tavaszán ez a híres történet, hogy jelentették a francia kutatóintézetek, hogy milyen apolitikusok a francia diákok, és nem érdekli őket semmi, és egy hónapra rá, hogy publikálták ezeket az adatokat, kitört a 45 utáni legnagyobb méretű ilyen társadalmi lázadás, hogy némileg valami hasonló szerepet érzek itt, és hogy már annyira behergelte magát mindenki, kutatók,
ifjúságpolitikusok, mindenki, hogy nem lehet megmozdítani az ifjúságot, nem érdekli őket semmi. Szóval bum, jött egy olyan pofon, amit ő máig nem tud a kormány észhez térni, de ez bizonyosokig mindegyikünkön csattan ez a pofon, hogy senki nem volt erre fölkészülve, hogy ez a net generáció, mert erről kevésbé esik szó, egész más mobilizációs kapacitással, szubkultúrával, értékrenddel jelentkezik, mint amit a hagyományos média eddig közvetített róluk. Ez is csattan mindegyikünkön. Nekem két dolog volt melbevágó. Az egyik az, hogy kértek pénzt és támogatást, és utána aki adott nekik, azzal elszámoltak. Tisztességes körülmények között soha az elmúlt 60 évenben ilyet még nem tapasztaltam. Másik, ez a számháború, hogy először azt mondotta az oktatási kormányzat, hogy adunk 10 000 helyett, mégiscsak, aztán már 25 000-et, aztán 33 000-et, aztán 44 000-et, aztán 55 000-et. Hát akkor ezek szerint mi volt itt előkészítve? Mi volt itt a koncepció? Hova akartunk eljutni, amikor oktatási politikai értelemben bevezettük azt, hogy fizessenek nem tandíjat, hát hogy fizetnének tandíjat? Azt hiszem, tanulmányi hozzájárulás, vagy mi a volt? Költségeit, a költségtérítéseket. Hát akkor itt hol volt az elképzelés? Hol van itt a realitás érzék? Mivel állt elő a kormányzat ezen a területen? Szerintem ez a bukás. És ezt nem tudom egyetemi szinten másképp értékelni egy ekkora egyessel. Igen, én azt hiszem, hogy a diákok függetlenül az új hangtól, ami hát én már elég öreg vagyok, hogy emlékezzek arra, hogy mire gondoltunk, igen, 89-90-ben, amikor az akkori, hangsúlyozottan akkori Orbán Viktort hallgattuk, és ilyen értelemben, ha tetszik, déjà vu is voltak az embernek, mert ugyanaz a fajta friss hang, ugyanaz a fajta ezzel kapcsolatos várakozás mondjuk talált meg legalábbis engemet. A gond, vagy az érdekesség itt csupán annyi, hogy annyi minden végig gondolatlanság, annyi minden letárgyalatlanság, annyi minden koncepciótlanság után, most jött egy olyan, nem akarom meg felsorolni ez a sorozat, egy területen, a felsőoktatás területén, ami egyszerűen azt a fajta kritikus tömeget berobbantotta az egész társadalomba. Azért hallgat rá a társadalom a diákokra, mert mindenki kapcsolódni tud, nem feltétlenül úgy, hogy neki a gyereke diák vagy ő diák, hanem egyszerűen mindenki tud most már az egészségügyben től kezdve a mezőgazdaságon keresztül hasonló történeteket mondani, ahol hasonló hatalmi módszerekkel, hatalmi technikákkal, állami gazgatási eszközökkel és hasonló módon végig gondolatlanul csináltak. Tehát ilyen értelemben a diákok lehetnek valamilyen értelemben katalizátorai egy magyar politikai változásnak, megújulásnak, de azért tegyük hozzá mindjárt a maga módjára szkeptikus módon, az a fajta kultúra, amit Magyarországon én úgy hívom, hogy a nem együttműködés kultúrája. Tehát én ezzel nem állok össze, azzal nem ülök le, azzal nem szólalok meg egy asztalnál. Ennek a kultúrája, ez a politika egészére, de most adott esetben a diákmozgalomra is vonatkoztatottan, ugyanakkor gátja is lehet, és fékje is lehet, és bizony adott esetben hanvába is holhat az egész kezdeményezés, hiszen azért, legyünk őszinték, azért a kormányzatnak igenis megvannak a maga eszközei a korrupcióra. Eszközei, igen, de koncepciója. Igen, de 5 hete ezekkel az eszközökkel nem ment semmire, és lehet, hogy így lesz, amit te mondasz, de ezt az 5 hetet már nem lehet kitörölni. Ebből a 3 év történetéből, amiről azt hallottuk végig, hogy a magyar nép mindent lenyel, mindent meg lehet vele csinálni, váratlanul kiderül, hogy nem lehet mindent megcsinálni, és váratlanul kiderül pont egy olyan társadalmi csoporttól, akitől a legkevésbé várták. Tehát utólag már bármi lesz a vége, lehet, hogy így fog elbukni, lehet, hogy korumpálják. Emlékezz, a fiatal orvostan hallgattok ügyére. Tudom, mégis azt mondom, hogy pont a legérzékenyebb időben, a karácsony előtti napokban, meg erre a hosszú ünnepi időszakra, amikor majd 10 napja volt a magyar társadalomnak otthon lenni, kaphatta föl azért több 100 000 ember, mert akik érintettek, hogy a gyerekei ott tanulnak, vagy oda készül, vagy valamilyen módon. De nem lehet azt mondani, hogy ez annyira távol volt egy ilyen közhangulattól. Ez az új hang megszólalt, ugye? Igen. Nem hallottunk ilyen hangot az elmúlt időszakban, és akkor az volt a végkövetkeztetés, hogy akkor a kormányzat úgy vélte, hogy majd elcsendesedik a szeretet ünnepére tekintettel. Egyet ne felejtsetek el. A 2002-es bukásnál emlékeztek a TFM a gyönyörű, jó arcú fiúkra, lányokra, akik könnyeztek, könnyeket hullattak?
Hát te jössz még. Hát csak annyit, hogy a tekintélyelvűségre bazírozó politika meghalt. Oroszországban is meghalt, nem akartam a jó előbb szóba hozni. Már nem megy ez tovább, hogy a elképzelés, hogy majd valaki erős kézzel tud irányítani. A válság arra volt jó, hogy a demokrácia megerősödjék. És én ma optimistább vagyok itt is, és a világ minden részén a tekintetben, hogy egy jobb világ lesz, mint az elmúlt években bármikor. De jó ennek az Entai Péternek is. Na, nézzek a következő filmet. Azt hittem ez volt az ászó.